Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Ma nem más, mint egy ilyen vezetős videó érkezik ismét, megyünk dolgozni. A kamerát most megpróbáltam más pozícióba feltenni, remélem, hogy nem fog mozogni. Annyira, mint mikor a kijelzőn van. Mármint mikor a árvizen van. Meglátjuk. Korán reggel van, szabadság után, most megyünk dolgozni ismét. Igazából semmi kedvem nincsen, de hát nem is kedv alapján működik ez. Megyünk, mert muszáj. Remélem a kamera nem fog felmelegedni, és végig tud venni engem is. Én, jobb mondom, mi a város szélén lakunk. Gyakorlatilag a munkahelyem pedig szinte úgymond a város másik végén van. Úgyhogy van egy kis út, amit meg kell tegyünk. De hát ez ne zavarjon senkit. Legalább van mikor videózni. Zenét kikapcsoltam. Energiaital még tegnapi, meg van melegedve, de nem veszem már onnan le. Mit bénázol, mehetsz még előre? Jön egy busz, ami elé be kell másszak. Ami sikerült. Na, hát hétfő van. Reggel 8 óra. És camogunk munkába. A kamera remélem a helyén van. Ahogy látom, a helyén van. És megyünk lassan-lassan munkába. Tegnap csináltam egy hosszabb videót, ami még egyelőre nincsen kész, de valószínűleg az lesz először feltöltve, csak rengeteg vágás van, mivel az egy hosszú videó, és az egész utat, ahogy jöttünk, felvettem, kivéve ahogy bejöttünk a városba, mert akkor arra lemerült a kamera. Úgyhogy az nincs fenn, de egész, míg a bevásárlóközpontig elértünk, az viszont rajta van. Tehát így is elég hosszú. A minősége nem lett olyan nagy vászizdász, mivel a szélvédőre volt fogatva ezzel a szupporttal, amit majd látszik középen. Amit én csináltam, mivel ilyen tartót nem találtam egyébként. Meg hát, hogyha tudtam én csinálni, akkor úgymond minek vegyek. Egy GPS és egy telefontartóból lett úgymond összeállítva. Kicsit furtam, faragtam, hogy az akciókamerát rá tudjam fogadni. De így viszonylag jól rámegy, annyi az egész probléma vele, hogy mozog. Tehát ezen a szar román utakon rezeg. Ami kicsit zavaró, illetve az volt még a probléma, hogy a... ide előre az üveg elé fókuszált, így az úton nem sok minden látszik. Mármint az kicsit mosottabb, hiába vesz jól a kamera, mert oda fókuszált. Az egy fix pont, tehát azt látszik gyönyörűen az autónak a bordja. Az út az már kevésbé. Próbálunk haladni minél gyorsabban, mert egy picit késésbe vagyok. Jobban mondva, még van 14 percem, hogy beérjek. Úgyhogy már bent is legyek, és hát mivel szabadságon voltam, az a céges laptop, meg minden nálam van, úgyhogy lesz mit cipeljek. Illetve már akkor egyúttal viszem a kamerát is, aztán ha ráérek munkába, akkor próbálok szerkezgetni. Mert a céges laptopon is most már lehet, mert volt egy kis upgrade rajta, egy SSD, meg egy még plusz 4 giga RAM, így az i7-es laptop a 8 giga RAM-mal már kicsit barátságosabban működik, dedikált videókártyával. Így tudok próbálkozni akár videóeditálással is, amit ki is próbálunk, aztán meglátjuk, hogy milyen sikerrel. A hang a kamera felvételhez képest kicsit csúszik, és meg is mondom miért, mivel a bluetoothos headsettel veszem fel a hangot épp azért, hogy lehetőleg minél jobb minőségű legyen. Ezért egy picit úgy tűnik, mint a csúszna. Hát ez most ilyen. Nem tudok vele mit csinálni igazából. És olyan nagyon nem is akarok, mert
minek. Így is jó szerintem. Abszolút vállalható lesz így is a minőség, úgyis az én képem az úgy kicsibe lesz odavágva valahova. Hát ezek a... Jó, hogy zöldünk van és nem megy senki. A telefonnak a kameráját még valahogy megpróbálom majd úgy állítani, hogy még jobb legyen. Jaj, de szép nagy sor van. Kicsit cigánykodunk, mert itt máskülönben nem lehet. Megint pirosat kapok és nem érek be soha munkába. Csak az a baj, hogy kifogtunk egy villamost is, de nekem jó, hogyha tartom ezt a sávot, mivel én ezen a sávon tudok tovább haladni gyorsabban. Elvileg. Gyakorlatilag meg tudja a halál, mert látom, megint nem haladunk sehogy se. Úgyhogy ez van, vesszük a videókat. Most már próbálok kicsit jobban beindulni, hogy legyen minél több videó, minél több tartalom az oldalon. Nem tudom, mennyire lesz ez jó, mennyire fog ez nektek tetszeni, de remélem, hogy tetszeni fog. De igazán mehetnének már bazd meg, mert tényleg kifutok az időből. Meg még majd leszerelem a kamerát, meg ilyen női dolgok, ahogy egy volt kollégám mondta. Hát nem haladunk sehogy se ebbe a sorba, az a problémám. De a másikban meg hiába haladnak jobban, mert ott megint az elágazódásnál nem... ott se lehet jobban haladni, úgyhogy tök mindegy, hogy itt maradok. Annyi, hogy ez a kurva villamos most bebaszott. Na de hát ez van. Úgy hallom a kattanását, most ment el. Látom, más is próbálkozik most már átmenni a másik sávba. Hopp, ott mindjárt összemennek. Kifogtunk megint egy pirosat, hál' az Istennek. És van még egy útvonal, ahol mehetek máskülönben munkába, de az a baj, hogy ott meg ott is annyira forgalmas és minden, hogy ilyenkor 9 óra vagy 8 óra előtt basszus lehetetlen közlekedni. Még van 11 percem, hogy beérjek. Ami nem tudom, hogyha sikerülni fog-e, de az a villamos mi a szent szart szarakodik ott már, hát neki szabad útja lenne igazából. Ott már nincs mi előtte legyen. Most már... Jaj, jó, le van ragadva. Hogy mi a szar? Elfoglalták a villamos útját. Zsír! Ezért állunk ott, mint a faszok. Ez a másik se. Mi az Isten csináltak itt? Látszik, nem jártam mostanában. Az ember szétbassza az autóját, bazdmeg. Na jó. Kicsit belehúzunk, mert így nem fogunk beérni időbe. Egy iskolás, ahogy verem bele. Máskülönben repeszteni szoktam, de hát ilyen fos, megint piros. A faszom, rakom bele most már. Aj, bazdmeg. Na mindegy. Szóval így lehet tötymörögni, hogy elérjen az ember munkába. Annyi autó van meg forgalom, hogy az hihetetlen. Ma, hogyha nem fog esni az eső, még lesz az egy órás szünetem, addig megpróbálok csinálni egy ilyen autóbemutató videót, mivel kértétek már többen is, hogy mutassam be, hogy mit hajtok, milyen autót vettem, mivel ezt nem olyan régen cseréltem le. Kicsit sietünk. Mondjuk, ahogy tudom, a főnök azt mondja, éppen szabadságon van, úgyhogy ha picit kések is nincsen nagy probléma, mert így, hogyha 90-en szágoldozok a városba, azért nem feltétlen jó dolog. Meg majd kapom a kommenteket, hogy mekkora egy fasz vagyok és milyen példát mutatok az embereknek. Kurvára nem akarok példát mutatni senkinek, csak egyszerűen felveszem, ha mit csinálok. Ez ilyen egyszerű. De hát, hogyha nem lehet haladni, muszáj valahogy úgy csinálni, hogy jó legyen. És mivel más választásom nincs, ezért sietek és gyorsan megyek.
De hát ebben a forgalomban itt máskülönben általában mindenki így közlekedik, aki egy kicsit is tud vezetni. Itt volt radar, bassza meg, na mindegy. Mondjuk ott a Zelák körforgalomban olyan nagyon nem tud mit mérni, lehet, hogy csak parkol, mivel ott van a rendőrség, csak láttam, hogy kint volt a radar. De hát ott úgy sem mentünk olyan gyorsan. Ez megint mi a szent szar tötyög itten? Azt hiszem a kis utcába megyek, mert itt szokott lenni radar elég gyakran, és itt 30-as korlátozás van, ennek ellenére most is 55-tel megyek. Mert most őszintén mi a fasznak 30-as korlátozást erre az útra? Azon kívül, hogy itt van egy busz megálló, hát Istenem, máshol is van. Látom, a kollégám már kinyitott. Itt dolgozok én balra, mert nem tudom, mennyire fog látszani. Nem szívja a kis cigit. Na hát, én gyakorlatilag ide értem. És beállok oda a jó kis árnyékos helyre. Mert az nekünk jó. Másik kollégám még nem érkezett, meg ő is itt szokott parkolni általában. Itt csinálunk egy ilyen manővert, és úgy látom, hogy időbe beérek azért munkába, ami jó dolog. Szépen az alufelnire vigyázva leparkolunk. Jó. Na hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet.